csak. Ide, ebbe a sárga cellába belerakok az X-re egy kísérletet. Hát mit kell csinálnom? Egy per véletlen. Ugye magyarul a randomot véletlennek mondják. Most 3,84 jött ki, leveszem a sok tizedes, és szeretem itt balra elhúzni. Most 5,55 jött ki, 5,07, 1,46, és így tovább. Na most, jó, ha sok kísérletet nem egymás után nézegetjük csak, hanem egyszerre. Hát akkor egy másik lapon csinálok egy időben sok kísérletet, így, hát a sok az egyelőre csak ennyi, megszámolom gyorsan, hogy hány kísérletem van, 5, de akkor most tényleg sok lesz, zsupsz, húzom, és 1000-nél fogok megállni. Van némi előnye annak, hogy pontosan 1000-et csinálok, és nem annyit, amennyi végül is kijött, úgyhogy jön a törlés, na itt már túl vagyunk, megfogom, és puff, letörlöm. Na most, láttatni akarom a sok kísérletet, kísérleti eredmény. Hát én ilyen kétdimenziós rajztechnikát szeretek alkalmazni, úgyhogy minden X koordináta mellé most odalakok egy másik koordinátát, hogy láttatni tudjam a dolgokat. Legyen ez először mindenkinél 0,5. Meg fogják látni, hogy ez nem lesz jó. Tudni. Leszaladunk ide, na, azt mondja, hogy föl. Ja, igen, ja, csak a számokat töröltem, a sorokat nem, de akkor most, hogy ne legyen ezzel gondom, delete-olom a sok sort, és törlés, így, né? Kijelölöm őket. Higgyék el, nem sokat vacakozgatok, és nagyon is látványos lesz a dolog, és tanulságos. Szent meggyőződésem, hogy aki nem lát ilyen kísérleteket, nem él át, csak bemagolja azokat a képleteket, az nem sokra viszi az egészet. Tehát beszúrok most egy ilyen scatter diagramot, megvan, úgy nincs. Na hát ezt a... Jó ez nekünk itt mellett, és talán összemelt a dolgok. Na hát, hol van a sok pont? 1000 volt, itt pedig alig látom 10-et. Kicsit hűvösen volt, hogy egymást tapossák! Ha persze, hogy nem látok belőle semmit. Na hát, valahol fellépett egy őrült nagy érték is, ami egy picike veszítokaként jött, hát 500, nyomom az F9-et, most pedig már ki se tudom mondani, hogy itt mennyi, olyan nagy jött ki. Na hát világos, hogyha én a végtelenségig mindent akarok látni, akkor annak az az ára, hogy a léptékem olyan lesz, hogy itt pedig mindent agyon taposnak. Tehát egyszer kell egy kompromisszum, és én azt mondom, hogy az X értékeket hát nézem 0 és mondjuk 10 között. És az egységnek veszem az egyet, és akkor még a számokkal tövődök egy kicsit, hogy a számom az legyen tizedesek ilyen száma az ábrázolásnál 0. No, ezzel már elértem, hogy nézzék, na ez már valami. Ott kiesnek önöknek abba az irányba, igen, pontok a képből, de hát kiesnek, humzott. Viszont még ez sem igazán látványos, mert itt akkora a tolongás, hogy egybe folyik minden. Na hát ez egy pici tükk, ilyen ábrázolási tükk, hogy ide most 0,001-et írok, aminek az a következménye, hogy egy kis pontocska, ez az 1,48, az itt leesett onnan a villanydrótról. Hogyha most ide 0,002-t írok, akkor már ketten estek le. És hogyha most így ezredesével növekedően veszem a pontokat, akkor szétválnak egymástól a pontok, a tolongok, és mindent látok. A mi agyunk képes azt a torzítást helyesen kezelni, hogy a mi számunkra igazából csak az X koordináta a fontos, tehát az, hogy milyen magasan van egy ilyen pontocska, az nem számít. Ezt azzal tudom segíteni,
ezt a szemlélet megemésztését, hogyha keskenyebbre veszem ezt a sávot, akkor pedig megint nagy a tolongás, de ezen megint lehet segíteni, az adatsorban kicsit megformázom, a jelölőnek a beállításába beveszem azt, hogy a mérete ne 5-ös legyen, hanem csak 2-es, annál kisebbet nem lehet csinálni, és kapok egy gyönyörűséges pontfelhőt. Tessék megnézni, hogy itt pontoknak a felhője. Lána, ha nyomom az F9-et, akkor talán el tudják képzelni azt, hogy helyettesítem ezeket az ugrabugráló pontfelhőket egyetlen egy konkrét festékeloszlással. Tehát valahonnan szerzek festéket, és ezt a sávot, ahol itt ugrabugrálnak a két pöttyök, szépen befestem azzal a festékkel. Hát tudok csinálni Excel-lel is olyan ábrát, ahol már összefolynak a pontok, és tényleg egy ilyen folytonos kép jön ki, de azért ez egy kicsit macerás. Profi programmal több hallgatóm csinált már ilyeneket, és nagyon szép ábrák jöttek ki. Hát én itt megelégszem azzal, hogy elképzeljük a festékeloszlást, illetve hát én egy picit most erőlködöm, és azt mondom, hogy itt van ez a keskeny, végtelen hosszú sáv, amin itt van az 1, a 2, a 3, a 4, és itt tovább a 10, és ez megy is tovább is. És azt mondom, hogy a sűrűségfüggvény képlete az volt, hogy fx egyenlő 1/4, és akkor most ide kenek krétából, ami nem egészen festék, de mégis úgy csak, hogy az lenne, olyan vastagon ezt a krétát, hogy a sűrűsége annyi legyen, mint amennyit ez a képlet mond. Hát a sűrűséget rajzoltuk mi az előbb, hogy egy másik ábrát, hogy a sűrűség is itt legyen. Itt jött ez az 1/x nézetes grafikon. Tehát ez itt az 1/x grafikon. Tehát képzeljék el azt, hogy amennyi a függvényérték, olyan sűrű a kréta. És akkor persze ez is szépen elhagy, és kiderül, hogy nem tudom ezt szépen levajzolni, de elképzelni remélem jól lehet. Elképzelni ezt jól lehet. Ezt fölírom, hogy legyünk tudomásul, hogy ezt el kell képzelni. Nos, tudok egy konstruktív képet is adni arról, hogy itt mi történik. Ezt is elmondom önöknek, mert ez is segíthet abban, hogy egy ilyen sűrűségfüggvény esetében ne csak betűket, képleteket, hanem valamilyen képet is, valami fizikai képet is lássunk. Ez pedig az lesz, hogy itt van a sűrűségfüggvény, az összterület alatta egyel egyenlő. Ugye? Ezt már tudjuk végül, bármely sűrűségfüggvény esetében az integrál mínusz végtelentől végtelenig egyet ad, itt egytől végtelenül. Na, tehát, ha én most bekenem festékkel a sűrűségfüggvény alatti tartományt úgy, hogy ez a festékbekenés olyan legyen, amilyet a szobafestőktől várunk el, hogy egyenletes. Tehát egyenletesen bekenem egységnyi festékkel az fx alatti rész. És akkor, most pedig ezt a bekent festékmennyiséget függőleges irányban kutya keményen belenyomom ebbe a számegyenesbe. Ezt se tudom megcsinálni, hogy a számegyenesnek nincs vastagsága, ahhoz pedig, hogy egy festegesnek valami vastagság kell, de elképzelni el tudjuk, hogy az úthenger betréseli vízszintes tengelybe a festéket, akkor itt kapunk egy festékeloszlást,
ugye el van kerülve a festék, elosztjuk a festék, festék elosztás, a festéknek tömege is van, tehát úgy is lehet fölfogni az dolgot, hogy a tömeget raktunk, valahogy a számegyenesre, és ennek a tömegelosztásnak a fizikai értelemben vett tömegsűrűsége, az pontosan az a sűrűség, amiből itt kiindultam hívni. Tehát könnyű látni, hogy ennek a tömegelosztásnak tömegsűrűsége az éppen hát a kis fx lesz. Én azt gondolom, hogy ez a mese-mese meskete, ez segít abban, hogy elképzeljünk egy ilyen egydimenziós folytonos eloszlást, és úgy gondolom, hogy jó, ha az embernek van egy ilyen képe, ez a kép, ez eloszlásokról szól, véletlen nincsen benne, tessék ránézni erre a táblára, itt nincs semmi véletlen. A véletlen az ott van, a projektor mutatja, hogy mindig más és más pontot kapunk, és az a pontfelhő, ami megjelenik ott a képernyőn, az lényegében olyan tömegeloszlásnak felel meg, mint ami itt alul előjött. Úgy látom, hogy szeretne kérdezni valamit. Igen, miért van az, hogy az egynél sokkal sűrű, tehát ugye nagyobb valószínűség, és az egy közelében, hogy sokkal nagyobb a valószínűség, ugye a random az egyáltalános elosztású, nem? Igen, de... igen. Na hát akkor erre, jó? Erre a kérdésre tudok szépen válaszolni. Jó. Jó kérdés. Gimiben már megszoktuk, hogy ez a reciprok függvény így néz ki. Ez itt az 1-1 pont. Itt. És akkor most a randomot, azért, hogy önnek tudjak válaszolni, úgy képzelem, hogy itt ugrál. Tehát, mint hogyha ide raknám az egyenletes eloszlást követő randomjegyeket, és akkor utána ezeket áthozom ide. Ugye ennek a random értéknek a reciproka itt van. Ennek a random értéknek a reciproka itt van. Ennek a random értéknek a reciproka itt van. Tessék megnézni, itt sokkal meredekebb ez a reciprok képzőfüggvény, mint itt. Tehát, hogyha itt veszek egy valamilyen sávot, akkor az a sáv ide képződik, ez a tömegmennyiség, ami itt van, ide kerül. Ha ugyanilyen hosszút itt lent veszek, akkor ez sokkal jobban elnyúlik. Tehát a meredekség változása miatt ugyanolyan hosszúság, ami ide képződik, az rövidebb lesz, mint egy ugyanolyan hosszúságnak megfelelő, ami ide képződik. Tehát itt ritkább lesz, mint ott. Ezen múlik. Lehet, hogy más ábra elvégezéssel ezt jobban látná, de most nekem ez jutott így az eszembe. Szerintem ez is kell, hogy mutassa a dolgot.